Kedves hallgatóink, az én előadásomnak a címe: Kiáltanak az őseim, a pásztorok és a parasztok. Sinka István költői életművének értékeiről van szó, mégpedig abból a szempontból szeretném ezt egy kicsit áttekinteni, hogy ő mit tartott az életéből értéknek, és ezeknek az értékeknek milyen módon állított emléket. Ez azt jelenti, hogy sok versidézet lesz majd a ma este, és ha lenne sok időnk, akkor minden versidézetből kiemelnénk egy sereg dolgot, minthogyha valamiféle jól sikerült vagy rosszul sikerült verselemdéssel dolgoznánk, de erre olyan sok lehetőséget nem látok, de talán így is szép lesz minden, jó lesz minden, én nagyon igyekszem, hogy megtegyek érte mindent. Igen, mert ha azt mondjuk, hogy valakinek az életmű értékei, akkor ezen a kifejezésen mind a költői, mind pedig az emberi értékeit kell értenünk. Sinka István a mai Romániában, azaz Arany János szülőhelyén, Nagyszalontán született. 50 éves évfordulós ő is, mert 2 évvel Kodály halála után 1969-ben hunyt el Budapesten. Évfordulós Ady Endre is, aki 1919-ben ment el a Minden élők útján. Sinka István Kossuth-díjas költő 3 gyermek édesapja, apja foglalkozása juhász. Ismerős a történet, hogy amikor Szankai István színészünk a színművészeti főiskolára beadta a jelentkezését, beírta őszintén, hogy édesapám lelkipásztor. Persze, hogy nem vették fel, és figyelmeztették a sikertelen felvételi után, hogy legközelebb másként dolgozzon. Így is tett, legközelebb már csak annyit írt a papírra, hogy pásztor. Azonnal felvették. Sinka István édesapja azonban valóban juhász volt, a költő pedig a gyermekkorától fogva állandóan dolgozott, évtizedeket töltött bojtár, pásztor és napszámos sorban. Amikor Budapestre költözött 1936-ban, talán nem felejtette el a hazát, korábbi otthonát, mert évekig élt ott munkanélküliként. Hazám, hazám, édes hazám, bárcsak határit látnám, látom füstjét, de csak elég, az ég alatt sötételik. Édesanyám, gyújts gyertyára, hozzád menek vacsorára. Édesanyám, gyújts gyertyára, hozzád menek vacsorára. Porraj nekem édes tejet, aprítsd bele lágy kenyeret. Porraj nekem édes tejet, aprítsd bele lágy kenyeret. Hogy egyem egy víg vacsorát, melyet édesanyám csinált. Hogy egyem egy víg vacsorát, melyet édesanyám csinált. A hatalom a következő szöveggel állította félre az útból, hogy a művei ne jelenhessenek meg. Verseivel uszít a népi demokrácia és a Szovjetunió ellen. Pedig ő valóban az úgynevezett népi írók csoportjához tartozott volna, ha nem tiltják el a Rákosi időszakban. Nagy Imre első miniszterelnöksége idején már majdnem sikerült visszahozni őt az irodalmi életbe, de ez csak állambiztonsági segédlettel volt lehetséges. Ő a parasztság legelesettebb rétegéből, a bihari puszták világából került az irodalomba. A verseiből, elbeszéléseiből és a vallomásaiból jobban fel lehet idézni a 20. század elejé békési bihari tájat, valóságot, mint bármilyen régészeti leletből vagy történelmi okmányból. Az Ady évforduló kapcsán egy kiváló kollégám a következőt nyilatkozta. Sinka önéletrajzi művéből, a Fekete Bojtár vallomásaiból tudjuk, hogy ő férfi koráig bojtár volt, majd paraszti munkát végzett,
és amikor verseinek újszerű hangját felismerő városi tisztelői felkeresték falujában, éppen trágyahordás közben találták. És ezt azért említem, mert ez a mezítlábas bojtár úgy vélem jobban megértette Adit, verseinek üzenetét, mint sok művelt irodalmár. Sinka István a népirányzat nagy, talán legnagyobb költője 50 évvel ezelőtt, 1969-ben halt meg. Nem nagyon emlegetik, pedig illő lenne legalább a félszázados évforduló. Ezért mi most képzeletben helyezzünk el egy koszorút a magyar költészet panteonjában, és legyen rajta két gyászszalag egymás mellett, az egyik Sinkáért, a másik Adéért. Eddig a kollégámnak az idézete. A könyvekhez, a műveltséghez Sinka nagyon nehezen jutott el, és az emlékezők szerint egy Petőfi kötetért egyetlen bárányát cserélte el. Kiáltanak az őseim, a pásztorok és a parasztok. Miért is választottam előadásom mottójául ezt a Sinka István idézetet? Mert Sinka azok közé a költők közé tartozik, akik nem felejtették el, honnan indultak, és kinek, kiknek tartoznak köszönettel. Nagyon rokon és szép eset az édesapa iránti szeretetre Dzsida Jenő költőnk példája. Amikor Dzsida Jenőt elragadta nagyvilág, a kávéházi élet, és amikor már végképp elfeledkedett volna a juhokat hegyvidéken őrző édesapjáról, egyszerre a kávéház ajtajában hajnalban megjelentek a juhok. Ez volt az a pillanat, amely Dzsida Jenőt visszavezette az elfeledett édesapához. A másik hasonló és nagyon rokon példa Éjés Gyulához kapcsolódik. Sok fényképen látjuk ma is őt, ahogy fehér elegáns ruhájában a hajó fedélzetén utazik. Utasszában végig sétálva a gőzhajó különböző részein, odaért a fűtőkhöz. Látva a szinte embertelen, nagyon nehéz munkájukat, ekkor fogalmazódott meg benne a Nem menekülhetsz című verse. A kérdés, mert hogy magában azért próbálta eligazítani a dolgot, azt mondta a fűtők nehéz munkáját látva, hogy ugyan hát megszokták. Nem hangosan, csak magában. De aztán tovább sétált, és eszébe jutott, hogy mit is gondolt ő ezekről a szerencsétlen emberekről. Megszokták. És ez a mondat kérdés lett. Örök kérdés lett Éjés Gyula életében is, mert ekkor eszébe jutott a Rácegres pusztai felnevelőhely, ahol akár 8-10 is laktak a földeszobában, egyetlen egy közös konyha volt a sajátjuk, egyetlen egy füst elvezető kéményjukkal. Dzsida Jenőhöz hasonlóan Éjés Gyula is nagyon elszégyelte magát, mert vissza kellett emlékeznie arra, honnan indult és honnan jött. Nézzük az értékeket. Így aztán az elmúlt pár perc nyomán is haladva, érték Sinka István életművében, művészetében az édesapa emlék. Nagyon szép az a néhány sor, amely arról szól, hogyan találkoztak az édesapával, mit vittek neki, amikor édesanyjával meglátogatták. Sporos lábunkon messze bolyongtunk, széles nálunk az urak földje. Délben már láttuk apámat, élt. Nagy könyvei feküdtek erre-arra kunnyó gazában. Nem olvasott, ült, várt bennünket szeretettel. Anyám szétbontotta lassan, amit hozott, szirke ciberét, fehér gyolcsinget, pipadohányt, meg Áslai bojtárunknak az új klánétot. 5 éves koromig apámat alig ismertem, mert kinn a pusztákon élt egész télen, szigorú szemekkel mérte sorsát, s ritkán jött haza, hogy bőrszagú bundájába beleöleljem. Egy pillanatra meg kell állnom, mert ez a nyelvezet fantasztikus. Már maga az a megdöbbentő sor, hogy délben már láttuk apámat, pont, élt, pont. Hihetetlen ez a szükszavúság, amely ugyanakkor sokat mondó mégis. Sose írja egyetem versébe se találkoztam a kunyhó szóval, őnál az kunyó. Kunyó gaza. A vége is gyönyörű. Tessék belegondolni, hogy az ember hogyan várja a szeretteit. Hogyan jut el oda, hogy rádöbbenjen arra, hogy kik azok, akikhez igazából valójában tartozik.
Öt éves koromig apámat alig ismertem, mert kinn a pusztákon élt egész télen, szigorú szemekkel mérte sorsát, s ritkán jött haza, hogy bőrszagú bundájába beleöleljem. Micsoda gyönyörű sor, fél sor a szeretetre, a gyermek iránti szeretetre. És másodszor természetesen érték az édesanyja emlék. Egy halott siratóval kapcsolatos ez az emlék, az a címe, hogy anyám balladát táncol. Ugye nemrégiben volt itt azt hiszem Faragó Laura. A ballada szó hallatán az ember arra gondol, hogy ezt vagy mondják, vagy énekelik. De hogy táncolják. Kányádi Sándornak a Fekete Piros, ha jól tudom, verse jut eszembe, vagy juthat eszünkbe, ahol szintén táncolnak a lányok az ottani népviseletben, és nincs ilyen felhangja, nincs ilyen gyászhangja, mint ennek az idézetnek. Egyszer volt szép az anyám tánca, amikor kendőjét a gyepre hányta, a korhány vizénél pusztapándon, s bokázó lába pásztortűznél, öles apám örömére szállt, mint illat a virágon. De gyönyörű lábán víg figurát eredő táncába ő se vitt, csak mutatta ringó mozdulattal halálba járó őseit, mert ugyanaz sírt fel a flótán, hogy meghaltak azok ima nélkül nagy szakállal a kasztófán. Sajnáltájon lengő szélben, hogy fény nyílott két nyár szemében, elébe raktak 10 szál gyertyát, 6 másikat meg karikába, közöttük anyám ott sugárzott, és kis csizmája lángot vert át, az ősi ritmust pásztorok fütyölték, 2-2 felállott szélről, jelezve, hogy a csúfolt ő szép feje most halálba révül. S a holtak szemét, ahogy lezárták, ezt a sírató örök búcsút a nyárfák alatt már 5 járták. Akkor meg, mikor sírt nyitnak, közéjük lendült 6. apám is, kinek lépteit úgy mérte az 5 táncoló, mint ki utolsó fordulattal az egész műbe értelmet vitt. Mikor a gyertyák porig égtek, még anyám eljárta a végét, egy szál virág körül koszorút táncolt, a juhászok meg már csak nézték, hogy az égen hold ballagát, s csodája nagy fehér szemmel, anyám lábán a balladát. Gyönyörű. Ezt az utolsó 4-et hadd olvassam még egyszer. A juhászok meg már csak nézték, hogy az égen hold ballagát, s csodája nagy fehér szemmel, anyám lábán a balladát. Nagyon sok verse van Sinka Istvánnak, és ez a harmadik érték, az igazi érték a szűkebb hazáról. Vallomás a szűkebb szülőföldről, szűkebb haza szeretetéről. A pásztor énekben olvassuk, haj, tenyérnyi föld országom, belőled jönnek egyre-egyre a folyók és a nagy vándorok. Belőled hegyek nőnek, tüzes vadnyár nő, vagy egy másik helyen ugyanebből a versből. Jöjj, fekete föld, széles mező, furcsa kis juhász kunnyó, énekeljünk. Íme már lehult a favirág, s múlik a rövid, ragyogó magyar tavasz. Egy másik hasonló versében, ha úgy tetszik, virág, szintén a szűkebb haza fogalmazódik meg. Nem tudom megállni, hogy ne jelentsem ki a saját véleményemet, de én úgy látom, hogy Sinka István minden verse szinte összefoglalja mindig az összes sorskérdésünket. Mert ezek a kérdések foglalkoztatnak bennünket is. A bölcsőtől a sírig, a születés és a halál, az élet és az elmúlás. És hogy mi van a kettő között? Ha úgy tetszik, virág, életem a földem, megkaptam, s vele a búm is. S ez az örömöm, s ez a bánatom. Leng vele sorsom erre-arra. Nékem szabadult, másnak tilalom. Anyám szűkölte, apám megkereste. Drága, drága földez. Dúl érte annyi sarc, nem léte, halálom. A léte vad viszály. Termése kenyéri élet és falomb. Sarkaiból soha kivetni nem lehet. Egy a világgal, megmarad. S ez a lelkem bölcsőringatója, ha úgy tetszik, virág apám kalapjáról, síkján olykor
magyar tragédia pereg. És mindezt a négy verszakot szonet formában, mégpedig a petrárkai, vagy ha úgy tetszik, Juhász Gyulai szonet formájában írta meg. Ugyanez a téma még mindig a Szűkebb haza, mint érték, a Daloló lány című versében. A Daloló lány szavában ott fénylik a Duna ezüst szalagja, a búzaföldek csendje, a bor aromája, az első vajúdás szent tűz kínú perce, szín, fény, szüreti mámor, a ballagó csordák esti mélassága, a csatába indulók néma remegése, a tenger mélysége, a csillagok magassága, és az a hang, amit együtt és mindörökké csak az Alföld napja dalol. Nagyon szép. Hadd emeljek egy mindössze két sort. Amikor azt írja a költő, hogy a Duna ezüst szalagja, talán mindenki emlékszik még Mikszáth Kálmánnak az Új Zrínyiász című művére, amelyben olyan gyönyörűen, olyan fantasztikus szeretettel beszél a fővárosunkról, és a főváros kettészelő Dunáról, mint valóban ezüst szalagról. Utána az a sor jön, a búzaföldek csendje. Ez meg valahogy Pirinszky Jánost juttatja az embernek eszébe, mert ő volt ilyen nagyon-nagyon kevés beszéddel, szűkszavúan és nagyon sokat kifejező költőnk. Még mindig ez a téma a Szűkebb haza iránti szeretet, alkonyatkor. Aludj hazám, Bihar! Tájad mezőivel birkózik az este, és a szállongó por. A nyáj hazaballag. Most látom utolszor, amint távolodik síró csengőivel, virít a tökvirág, imbolyog a bodza. Neveld őket, hazám, vénséges anyókám, s ha soha se tetted, most vess egy jó szót rám, ím sürget az este, s kér a sárnak fogja, s mondd el én, Biharom, volt-e már fiad, ki annyi könnyel ment itt át a lejtőn, bölcsődal dalolva felejtőn. S bolyongott-e körötte alkonyat, amitől kísérték hosszú néma árnyak, míg nagy rónáidon állt vagy tova fáradt. Ez is szonett. Gyönyörű szonett. És azt se tudom megállni, hogy visszaemlékezzem gyermekkorom, falusi gyerek vagyok. Gyermekkorom faluja a szabadságharcos Pákhoz. És gyakran eszembe jut, hogy gyermek fejjel hogy csodálkoztam arra, hogy hogyan is megy a gulya kifelé a legelőre. Mert hogy aki tehenekkel rendelkező gazda volt, az reggel hajnalban kinyitotta a kaput, és ahogy hallotta az állat a csilingelést, tudta, meg az ostorpattogást, tudta, hogy most jön valaki, akihez csatlakozni kell. És csatlakozott a többi állathoz, és így mentek közösen, mindenkit fölszedve a maga házától a közös legelőre. És visszafele is így jöttek. Na, ezen mód felett csodálkoztam, hogy megint nyitva maradtak a kapuk, a házak kapui, és az állat szépen véletlenül se tévesztette el a kaput, besétált és hazament a maga helyére. Hát ezek fantasztikus dolgok. És még mindig ez a téma, ez az érték, a Bihari táj című versében. Valami van a hegyek alján, csak azt nem tudom, hogy mi lehet. Egy pataktán? A körös maga? Egy csipkebokor, mely valaha régen megbűvölt engemet? Vagy hogy szeptemberben a fák úgy álltak, mint őszi csodák? S a béli hegyek rőd bíbora, ha fölragyogott kék időben, azt véltem, egy sereg angyal jött át Erdélyből, s én virágharanggal üdvözlöm őket elmenőben. De csak fény szállt. A bíbor rajzolta képet, a szél elhajszolta. Így hát magamra maradtam, s most magamra hagyva kérdem itt, meghagyta-e a szél nekem a hegyek alján a végtelen Bihar ragyogó rétjeit? Meghagyta-e, vagy nem hagyta? Él a szívem, s az emlék ott ragyog alatta. Ha kiindulsz Erdély felől, ne nézz, Ózsám, visszafelé, szívednek le legyen nehéz, hogy az idegen földre mész. Idegen földön jártamban, jutott nékem a bánatból, jut is nékem, amíg érek,
míg e földön felül élek. Negyedszer érték a gyermekkor. Sokszor keserű, de mégis boldog emléke. Apámra, falumra, anyámra emlékezem, a tenyérnyi földre, a juhászkunnyóra, hol béke nélkül is béke volt. A birkák kerek szemére emlékszem, s a tejre, egyetlen italunkra, csobolyóban hozták a bojtárok virradatkor, s én ittam betelve a lágy, fehér istent, de titkon, jobb ágyi lappangással, hogy szíven ne üssön az ispán kemény szava. Hol béke nélkül is béke volt. Ötödször érték a szerelem. Úgy állok itt télben, viharban, hamuban, tűzben, mint nyugtalan vizek partjain a fák, mint hallgató síkok felett a holtalan egek, és úgy megyek néha a lángjait felé, és úgy kereslek néha a halottak szemén, mint akit lombok és hegedűk a földbe sirattak ezelőtt régen. És úgy állok itt, mint a hegyek kövében, a hű folyondár piros csillagvirága, és várlak egy fehér szikrájú téli délben, hogy bátoríthassalak ezzel a daloló, gyönyörű szavammal, szeretlek. Tóth Árpádnak az Esti sugárkoszorú című versében jut el a Szeretlek című szeretlek szóig, ilyen gyönyörűen a költő, Sinka is tudja ezt. És várlak egy fehér szikrájú téli délben, hogy bátoríthassalak ezzel a daloló, gyönyörű szavammal, szeretlek. Hatodik érték a munka. Az ásó a munka harcának a fénytelen, néma eszköze. Vele folyókat vezetnek, fát ültetnek és sírt ásnak. Az ásó harapja fel a földet lusta álmából, hogy porozva is kövéren omoljon a mag és a szőlővessző elé. A földbe vágott ásóban az új termés izgalma hallgat, a mélység bánata hallgat, az apánk aksága hallgat, meg a meggörbült hátak, család, virág, bor, búzaszem, bölcső és koporsó. Ó, az ásó ott van mindezek mellett, szolgálja és eltemeti őket. Délutánonként csendben, mikor reszketnek és imádkoznak a fák, az elkopott ásóból asztalt, házat és oltárt építenek a drága gyermekkezek, hogy még egyszer érezze a hús és a vér simogatását, mielőtt örökre magára marad, s eltemeti a rozsda és egy őszi kertsarok. Az utolsó sor különösen ránk is vonatkozik, mert ez az ásó sors az emberi sors is. Örökre magára marad, s eltemeti a rozsda és egy őszi kertsarok. Hetedszer érték az Isten szeretete, tisztelete. Nagy, boldog szeme előtt már régen lehajtotta fejét az én bátor életű, hű pórapám, és én mégis most nézek csak vissza a földlepet szívére, pedig tudom, hogy a fényes és villogó estékben is ő dalolt, ha megállt néha az esti kútnál, hol imás szájak itatóján, szelek harangoztak neki egyre így, fütyűrész csak, és szomjú hozzá. Vagy a másik, a fohász. Kihoztál bennünket, Uram, Ázsiából, és százszort azóta az ellenség szájából. Adtál itt te tájon eddig 1000 évet, igaz, hogy másoknak kaszáltuk a rétet. Igaz, hogy idegen ispánokat adtál, s volt, hogy közel jöttél, s volt, hogy eltávoztál. Műveltük-e földet ekével, ásóval, s hintettük vérünkkel, szép, bő, piros sóval. Szép, bő, piros sóból nagy virágok nőttek, és új áldozatként hervadtak előtted. Most, hogy igazítod végre útjainkat, vér nélkül győzed le hamis urainkat. Kérünk, sebet ne nyiss, volt már annyi sebünk. Erős Isten vagy te, s te vagy az Istenünk. Erős Isten vagy te, s te vagy az Istenünk. Az Istenhez az én szómat, emelém kiáltásomat,
hogy felkiáltik hozzá, beszédem meghallgatá, minden némű szükségemben, reménységem csak az Isten, éjjel kezem feltartom, az égre hozzányújtom. Ó, erős és kegyes Isten, szent vagy cselekedetétben, és sehol senki sincsen, hozzád hasonló Isten. Csoda Isten a te dolgod, amint gyakran megmutatod, minden népek jól látják, nagy voltát hatalmadnak. Nyolcadszor érték a remény a hazáért. Remény a hazáért. Bugyog szavam, én kicsi dárdám, aranynyíl, egyetlen fegyverem, zengél a szélben, én magunk vagyunk olyan árván, mint fa az őszben, az idő fogja, de győzhetetlen. Zúdulj szavam, vigyen az ének láza, holnaptán csata lesz, én is megyek, hogy győzni tudj, íme most elrepítlek. Kilencedszer érték a rokon. Határfokon az nem muri volt, mikor a nagybátyám dalolt. Rideg pásztor ő így jelezte, hogy a sors minden reményét egyszerre és mind lenyeste. Hisz úgy gondolta, Mihály napra, hogy gulyás lesz, és jól megkapja azt a kis részt, mi térre kell, s én megkapta kínban a hírt, mehet ingyen a szélben el. Már nem lesz szállása a major térre, nyárra. Csak az akol mellett sétálhat néha lopva, minden rokona ősi bújját visszakutatva századokra, vagy futhat bolondon, s furuljálhat, hatán a lelke megárad, hát bukjon fel, ha a hasa éj, tűnjön el, s úgy tűnjön, mint síró folyamban a mély. Haj, bátyám, te elcsapott gulyás! Most, hogy szívem visszaás az emlékekbe, látlak újra, ülsz egy pusztai zsombokon, s dalolsz tenyérbe borulva. Tizedik érték az utókornak az üzenet. Ifjak tanítása. Jó fiúk, ne féljetek. Most kell, hogy reméljetek, az a tudat, ami a múlt volt, adjon forró életet. Harc volt ott, veszedelem, császárokkal küzdelem, sokszor pirostott sok vércsepp homlokon és süvegem, tanít a múlt, habra hab bodrozik, s ki kardra kap, a jövendő századokban úgy fénylik az, mint a nap. Örök kérdésre ad némi választ ez a vers. Mit tudunk adni útravalóként az utódoknak? Mit tudunk átadni? Mindig kérdés. Mindig az volt, az most is, és az is lesz. Ez az ifjak tanítása akár egy szép ballagási beszédnek is, igazgatói beszédnek is megfelelne. Emlékszem, hogy volt egy nagyon kedves, általam nagyon tisztelt kollégám. A legrövidebb ballagási beszédet érettségi előtt a gyerekeknek, gimnazistáknak ő mondta. A következőt mondta. Arra figyeljetek, drágáim, hogy mindig minden a helyére kerüljön. Többet nem szólt. Ez volt az ő ballagási beszéde, ballagási útravalója. Tizenegyszer érték a költő elődökre való emlékezés. Költő elődök. Március Idusán. A szót, mely tűzként lobogva, s viharzó erővel elröppent egykor, örök, messzi fények szent papjai előtt kimondom most én is, Március, szabadság. Ezt zengik az örök messzi kék hegyek, a róna, az éter, s a költő nevével ez zúgja a vérem, mert rúta járom és rúta szolgaság.
Felköldő arcukat az érkező századok mossák meg majd fénnyel, hogyha ideérnek, hol Petőfi emléke, magyar föld csodája, soha ki nem húnyó csillagként világol, minden árnyakon át gyötrött hazám egén. S amit most tűz szívem a napba lobogtat, bámulják akkor is, zúgják túl az időn, március szabadság. Más költőkre is emlékel Sinka István, Adira is. Egy halott naplójából című versének mottója, a jobb felső sarokban Adi idézett, és megvakultak hiú szemeim. Csontkezemmel ezeket írtam tegnap Adinak. Már olyan jó, hangtalanok a hangok, a szemeimben is megvakultak a fények, csönd van, csak néha, mikor mélyen búgnak a harangok, reszket még porom. Fájnak az emlékek, a csontom még nem törött, csak mesztelen és fehér. Alszom. Szívem hamujába nesztelen kúszik egy fagyökér, és ezt úgy érzem, mint amikor régen a Dunaparton este lenn, elnéztem a karcsú, villogó hajókat, amit lassan-lassan távolodva elvitték a szent, a tiszta álmodókat. Ugye a tipikus Adi reminiszencia, hivatkodás Adi több versére, amelyben a szent, tiszta álmodó kifejezés megtalálható. 12-szer érték az ősz, és érték az öröm a fájdalommal együtt. Ami szép őszünk. Szép volt mindig, ami őszünk, nagyon szép volt, és nagyon fényes, és fájt benne egy ezer éves kín, de a mi uraink azért daloltak csak, és szivaroztak, míg messze kín lezárt szemmel sírtak fel a világtalan faluk, mert nem volt hajnaluk soha. Szép őszben örömök, bánatok, szívek, arcok mind-mind egy közös nagy temetőre hultak. Ugye megint az összefoglaló szándék, megint az összefoglaló igény, örömök, bánatok, szívek, arcok. Mi vagyunk benn mindegyikben. Az ember úgy látja a Sinka verseket, mint önarcképet. Ezért is fáj a méltatlan mellőzés, ezért is fáj az, hogy kutatni kell utána, ezért is fáj az, hogy kimaradnak a könyvekből, kimaradnak az oktatásból, és ezért fáj mindaz, hogy helyettük néha, vagy helyette néha nem túl tehetséges, nem túl okos, értelmes költőket kell látnunk, és olyan szívesen fölcserélnék egy Sinka Istvánra. Mondom, csak a nyelvezet, a költői nyelvezet megérne egy külön előadást, hogy egy picit megnézzük belül a versetnek a szövegét, szövetét. Nagyon nagy öröm, hogy végül is, hát nem időben, általában a kitüntetések nem időben jönnek az ember életében. Neki is a Kossuth-díj 1990-ben érkezett meg, posztumusz módon, ugyancsak a Magyar Örökségdíj 2000-ből, szintén halála után. De milyen jó, hogy amikor az ember végignéz a képgalérián, bármilyen módon, akár az internet segítségével, akárhol, az egykori lakóháza vésztőn, ugye mégiscsak húzódott Töpest felől, arra délfelé egy kicsit, ugye a vésztő ott van valahol Kőrösladány és Füzesgyarmat környékén, talán őrzik szépen a vésztői lakóházát, emléktábláját rajta. A művelődési házat Vésztőn az ő nevéről nevezték el. Szobra van a művelődési ház előtt. Szobra van, és nagyon szép Kőpálnak a szobra, 89-ben alkotta különben. Szép a vésztői Sinka kiállítás, és emléktáblája van a vésztői díszkúton is. Természetesen a budapesti lakóházán is van, ez a Keleti Károly utca 50-es, és a sírja pedig Farkasréti temetőben van. Egy kollégám mondta éppen tegnap, hogy nagyon sajnálja, hogy nem lehet itt ma. Ő a művészeti gimnáziumban tanít Pécsen, és zeneszerzéssel is foglalkodik. Már csak azért is
sajnálja, mert ő annak idején megzenésített kórus művet írt a Bölcsők a Duna partján című versből. Mondtam, hogy hát sajnálom, hogy nem, vagy írtam neki vissza, hogy sajnálom, hogy nem lehetsz itt, de meg foglak mindenképpen említeni az előadásomban. Végül 13. nagy értékként hadd említsem meg, hogy egy nagyon szép zsoltár van az életműben. Ez a 89. zsoltár. Az Úrnak kegyelmét mindörökké éneklem, és minden népeknek kiáltozva hirdetem, mert az ő kegyelme örök és el nem avul, az egek is arról beszélnek, az ő csodálatos dolgairól. Ő uralkodik a tengernek kevésségén, habjait leveri, és elnyugtatta békén, ha felemelkednek azok és háborognak, és az egek is és a föld is az ő erős karjára támaszkodnak. A felhőkben is hozzá kicsoda hasonlít, fölülmúló minden erősöknek fiait, mert Istene ő minden körötte lévőnek, és így szól, kik én velem vannak, az én karom megerősíti őket. A gyülekezet gyűlölőit ő megveri, s a nyomorgatókra jobb kezét ráveti, mert örökké tartó az Úrnak igazsága, leront ő minden gyűlölőt, és kőfalait mindnek a földre hányja. Az Úrnak irgalmát örökké éneklem, és hűséges voltát mindenkor hirdetem, mert mondom, hogy megáll mind örökké irgalmam, melyet úgy megépít, hogy megálljon minden ka, és hogy mint az égig erősíted, megtartod. Szent igazságod és a te fogadásod. Az utolsó sor helyesebben így van. Te szent igazságod és a te fogadásod. A két zsoltár, amit idéztem, a korábbi az a 77-es volt, jó ismerősünk, ez pedig a 89-dik, ahogy a vers címe is mutatta. Nagyon szépen köszönöm a kedves türelmüket, így gondoltam, ennyit gondoltam ma Sinka Istvánról. Köszönöm szépen.